Augusztus 26-án köszöntöm a Szentes Televízió nézőit, a csütörtök közéleti magazinunkkal várjuk Önöket a hét legfontosabb eseményei mentén. Kövessék közösségi oldalunkat is a naponta többször frissülő hírekért, ne felejtsék, a tájékozottság mindenkinek érték, tartsanak ma is a Szentes Televízióval. Ez már a Szentes Televízió aktuális rovata, melyben a nyári közösségi rendezvények közül az Eperjesi Családi Napra és a Csongrádi Borfesztiválra látogatunk el, mutatjuk a részleteket. Eperjes község önkormányzata 2021. augusztus 21-én tartotta meg a település ünnepi rendezvényét, ahol megemlékeztek Szent Istvánról, és megszentelték, majd megszegték az új kenyeret. Az egésznapos rendezvény jórészt azonban a családokról, főként a gyermekekről és a fiatalokról szólt. Ugye két apropóból jöttünk ma össze. Augusztus 20-ai hétvégén szoktuk mindig tartani a parasztolimpiánkat, viszont Szent István ünnepét sem szabad elfelejteni. Erről majd Farkas Sándor képviselő úr elmondja gondolatait. Én nagyon régen voltam már így Eperjesen ilyen nagy rendezvényen. Éppen ezért, amikor polgármester úr volt szíves már több héttel ezelőtt felhívni a figyelmet, hogy nagyon szeretné, hogyha én megtisztelném ezt a rendezvényt. Hát én nagyon szívesen vállaltam. Magyarországon vidék nélkül nincs jövőkép. A vidéki embereknek adunk, ha szabad így fogalmaznom, egy olyan lehetőséget, egy olyan jövőképet, amely 1000 év óta nem volt. Szeretnénk elérni azt, hogy a magyar vidék felzárkózzon, felemelkedjen valóban arra a szintre, amit akár egy kisvárosi élet is nyújthat mindenki számára. Ezért vannak a magyar falu program többek között. Azok a források eddig, pár évvel ezelőtt még elképzelhetetlen volt. Ma már itt van a kezünkben, itt van a lehetőség mindenki számára. Természetesen a vidéki emberek, azok, akik a mezőgazdaságból is élnek jelentős részben, az agrárium és a vidékfejlesztés az elkövetkezendő 7 évben közel 4300 milliárd forint támogatást fog jutni. Ennyi pénz soha az életben a magyar vidéknek nem állt a rendelkezésre. Ez azt jelenti, és hogyha most itt Eperjesen vagyunk, ezt nagyon fontos szerintem elmondanom, hogy ugye vannak kisebb, vannak települések, a térségben is kisebbek, nagyobbak. De most kimondottan a kicsikről van szó, bocsánat a jelzőért, jó értelemben mondta, kisebb lakosságú települések fogják kapni azokat a pluszforrásokat, amelyekkel valóban fel tudnak emelkedni, meg tudnak erősödni. Így van ez Eperjesen is, és így lesz ez Eperjesen is, amihez én mindenkinek sok sikert fogok kívánni már előre is, mert még egyszer mondom, történelmi lehetőség, történelmi pillanat, hogy egy ilyen időszak következik Magyarországon. Önök észrevették, és azt hiszem, hogy én nekem is feltűnt, hogy milyen sok kisgyerek van itt most a parkban. Itt a alpolgármester úr azt mondta, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy karácsonyig 10 kisgyerek született. Óriási dolog. Ez mit jelent? Az, hogy az emberek szeretnek itt élni, szeretnek családot alapítani, szeretik azt a közösséget, amit nagy családnak is hívunk. Kívánom azt, hogy az elkövetkezendő hetek, hónapok, évek során éljenek ezekkel a lehetőségekkel, és valóban egy olyan kis település legyen Eperjes, ahova mindenki majd felnéz. Remélhetőleg az út is el fog kezdődni felújítani a következő évben. Ez a Fábián Sebestyén felüli út. Egyszer majd eljön az a pillanat, amikor a bekötő és a vádorosról is el fog készülni. Ezek mind azt jelentik, hogy a településen egyre könnyebb lesz megélni. Baby, haven't we been through this? So why you keep playing with my emotions? I
How many times can I tell you that I ain't down with all the drama? Hát a mai nap egy családi napunk volt megszervezve itt Eperjesen, ami két részből tevődött össze. A délelőtti rész egy hagyományőrző délelőttként funkcionált, aminek a része a mögöttünk levő kis mini kiállítás is. Itt a helyi alkotók, helyi művészek, ha mondhatom így, kiállítása került itt kitárulkozásra. Ha láthatunk itt festményeket, kézi munkákat, tehát mindenféle olyan dolgot, amit csak itt az eperjesiek készítettek, amire nagyon büszkék vagyunk. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával történt ez a délelőtti műsorunk. Szándékosan régi mesterségeket próbáltunk idehozni a nagy közönség elé, és mondhatom, nagy sikere volt. Gyerekek között is, felnőttek között is. Volt még egy másik nagyon népszerű program, a horgászverseny. 7,5 kilóval nyert egy fiatalember, Felföldi Lajos, gratulálok neki. Ő igen nagy horgásznak minősült, mert a második helyezett azt hiszem 3 kilót fogott, tehát ő tudott valamit. 22 versenyzőnk volt, voltak gyerekek is, nagyon örültem nekik, 4-6 éves kisfiú és kislány versengett, őket külön díjaztuk. És hogyha jól tudom, volt egy főzőverseny is, amit nem meglepetésre, megérdemelten a Derekegyházi csapat nyert. Így van, a Derekegyházi közös önkormányzati, Derekegyházi közös hivatal, hogy úgymond ellátogatott hozzánk, 25 fővel képviselte magát, Eperjes és Derekegyházi dolgozókkal is, a polgármester úr főzött, és hát mit agadás, egy finom marha pörköltet sikerült neki összehoznia. Aztán volt egy kis ebéd, ugye, és kezdődött az olimpia. Hát ezt még annó a feleségem találta ki, hogy mi lenne, ha csinálnánk mi egy paraszt olimpiát. Ez 4 évvel ezelőtt történt, és hát ez már hagyománnyá vált a településünkön. Mindig augusztus 20-ához legközelebbi hétvégén szervezzük meg, és nagyon örülök, hogy idén voltak a legtöbben, 7 csapat jelentkezett, igen nagy szurkolótáborral is, úgyhogy egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A mai napot is gondolom valami pályázati forrásból tudtátok, vagy támogatással megszervezni. Ki segített ebben? Hát Farkas Sándor úrnak mindenképpen köszönjük a támogatást. A miniszterelnökség által kiírt pályázatot tudtuk erre felhasználni, valamint a Nemzeti Kulturális Alap támogatásából is sikerült beépítenünk bizonyos programokat. Úgyhogy egy nagyon összetett dolog, nagy háttérmunkával történt ennek a megszervezése, de nagyon örülünk, hogy úgy látom sikeres volt, mindenki nagyon jól érezte magát, nagy látogatottságnak örvendett, úgyhogy jövőre folytatjuk. És most az esélyprogram? Az esti program egy alibi koncert lesz itt a 8 órai kezdettel, majd pedig egy ilyen retro diszkó lesz éjfélig. Jó eljönni a kis településekre. Én nekem most már időtávlatok vannak, ha fogalmazhatok így. Emlékszem a 90-es években nagyon nehéz volt eljönni minél kisebb településre, mert az ember nem tudott olyan kézzelfoghatót sem mondani, sem mutatni, ami az ott élő embereknek valami jövőképet adott volna. Ma ez teljesen másképp van. Minden település fejlődik, most ilyen szóval, ilyen szót is használok, hogy virágzik, ha szabad így fogalmazni, szépen parkosítottak az utcák, a terek, a közterületek, komoly rendezvények vannak. Most igaz, hogy ez a másfél év a Covid miatt ez egy megbicsaklott egy kicsit, de most, mikor ismét felszabadultunk, ismét előjött a szabadságérzés mindenkibe, minden település abban a pillanatban erre rámozdult, kivétel nélkül, és mindenki szeretne a lakosoknak, az ott élő embereknek olyan plusz programokat adni, amivel visszahozni, vagy visszaállítani a régi időt, a régi rendet, hogy folytonosság legyen a fejlődésben. És valóban így van, ezek a kis települések, ezek nagyon aktívan veszik úgymond a lapot, ha szabad ilyen mai kifejezést mondanom. Veszik a lapot, és tényleg egy olyan partneri kapcsolat van közöttünk is, hogy van egy ötlet, akkor megnézzük, hogy ezt hogyan tudjuk, milyen programba illeszteni, milyen fejlesztésbe, és számtalan olyan ötlet is elindult itt a térségből, amiből országos program lett. Tehát egy olyan kapcsolatrendszer van, ugyanakkor a települések ennek vannak
van jövőképe, van elképzelés a település vezetőinek és a testületeknek és természetesen a lakossággal együtt, hogy mit szeretnének elérni. És a Magyarország kormánya megtesz mindent annak érdekében, hogy ezek az igények, ezek az elképzelések, tervek, ezek megvalósulhassanak, és itt az elkövetkezendő 7 évben mintegy 4270 milliárd forint fog kimondani is rendkívül nagy összeg, csak kimondottan a vidék fejlesztésre szolgál. Ebben óriási lehetőség van, és most, amikor látjuk, hogy a Magyar Falu Program, vagy a Kisvárosi Program, és egyéb pályázati lehetőségek, amelyek vannak még ezen kívül a kis települések számára, vagy a miniszterelnökségnek is van külön, például a falu napokra volt egy külön civil pályázati lehetőség, így Teperjes is nyert ezen a pályázaton, szinte kivétel nélkül minden település. Ez mind azt jelenti, hogy szeretnénk segíteni a vidéken élő embereknek, hogy jobban érezzék magukat, ne legyenek úgymond vidékiek a pestiek számára. A pestieknek is legyen jó lejönni vidékre. Ez azt jelenti, hogy ha jó nekik lejön, akkor mi is jobban élünk vidéken. Tehát ki fog egyenlítődni ez a két dolog. És ebben én azt hiszem, hogy az elkövetkezendő 3-5 év az nagyon nagy fordulatot fog hozni a vidéki Magyarország nem csak megítélésében, hanem az életvitelében és az életszínvonalában is. Milyen üzenetet lehet megfogalmazni a ma emberének itt Eperjesen, vagy a választási körzetében? Az, hogy jó vidéken élni. Istvánnak a méltatásával kapcsolatban egy jelzőt szabadjon ugye kiemelni, a hűséget. Miért? Bálint Sándor tisztelete méltó etnográfus, egy néprajztudós, a népfia, azt mondta egyszer, amikor egy jeles személyiség megkérdezte tőle, hogy mit tart legfontosabbnak az életben, akkor azt mondta, a hűséget. Azt a hűséget, amely szeretettel is telve van. Tehát legyünk mi is hűek, mint ahogy Szent István is hű volt a magyarságához. A lelkiismereté, ez nagyon-nagyon léges. Mindjárt a lelkiismeretünk alapján leszünk egyszer úgymond megítélve a Jóisten előtt. Minden olyan értékhez, ami lelki, szellemi és anyagi dolog, legyünk hűek. Hadd szabadjon a megszentelő imádságot most akkor elimádkozni, amely ennek a szép két cipónak, és hát mindazoknak szól, akik ezt készítették, kezdve a földműveléstől, a magvetésen át a ugye, különböző ugye, mezőgazdasági ugye, védelmi dolgokon keresztül, az aratásig eljutott, utána a malomba és végül a pékeknek ugye, a munkáját dicséri ez a két szép cipó. Horgász versenyen nagyon lelkesen dolgoztál, kaptál is egy külön díjat. Hogy tetszett a verseny? Nagyon jó volt, de nagyon nehéz. Fogtál halat? Nem, de barátom igen. Igen, volt egy törpöharcsa a kezeddel. Mit csináltál vele? Bedobtad a vízbe? Igen. Miért nem vitted haza? Nagyon kicsi volt. Nagyon kicsi volt, és hol laksz egyébként? Anglia. Hát oda elég messzire lehet volna hazavinni. És hogy érezted a mai napon magadat? Jó. Szövés bemutatót tartottam itt a jelenlévőknek.
ki is lehet próbálni a szövésművészetét. Hát én már lassan 60 éve, hogy szőttem először, éppen az előbb beszélgettünk róla, és hát azóta igyekeztem gyakorolni. Mit kell tudni erről a gépről, mert azért gépnek nevezhetjük, még hogyha emberelővel történik a meghajtása? Hát ez a gép ez teljesen fából készült, összecsukható szerkezet. Ez azért készült ilyenre, mert általában hagyományos szövőszékek, ezek nagy monstrumok, tehát 2 méter mély, 1,5 méter széles, egyéb, és ebben a kis, főleg a kis lakásokban nem nagyon férnek el. És ezért alkottunk meg egy olyan szövőszerkentyűt, amelyet össze lehet csukni, szinte mondhatom az egy mozdulattal, fél perc alatt, és ha beletolni a lakásba, a sarokba, letakarják egy lepedőbe, és gyakorlatilag nincs tovább. És ha szükség van rá, vagy pedig hát éppen kedvet éreznek a szövéshez, akkor fél perc alatt ki lehet nyitni, és lehet a szövést tovább folytatni. Ugye itt különböző keretek vannak, amire rá vannak feszítve a különböző vastagságú fonalak, madzagok? Hát fonalak, szérnák vannak föltekerve. Erre a hátsó lánchengerre van föltekerve, hát erre 340 szál van rajta egymás mellett, és ezek vannak befűzve a nyüstökbe, ezek választák szét a szálakat, egyiket lenne a másikat fönt, tehát fölváltva, és utána következik a borda, amivel hozzáütjük a szövet széléhez a bevitt vetüléket, amit a vetülővel viszünk be, és ezzel veszünk be a keresztben lévő fonalat ebbe a szövetbe. Jelen pillanatban fonott csallang technikával készítek karkötőt. De hogyha ide pillantunk, akkor meg lehet nézni magát a sallang, fonott sallangot. Gyakorlatilag az eredete lószerszám dísz, de ezt a technikát a mai életnek megfelelő tárgyakon is lehet alkalmazni, díszítő technikaként, akár ékszereken, akár karkötőkön, akár például egy egyszerű kulcstartót, vagy akár női övet, dísz, divat öveket is lehet ezzel a technikával készíteni. Milyen szerszámok kellenek hozzá? Nagyon jó a kérdés. Mi szígyátok bőrművesek, jó néhány eszközre van szükségünk, árakra. Legelőször is kell egy ilyen úgynevezett csikó, vagy varóbad, varószék. Vagy satú. Ez gyakorlatilag egy olyan fa satú, aminek ülő része is van, hiszen általában, ha szígyártó bőrműves var, fűz, sallangozik, minden esetben mind a két kezére szükség van, mert az egyikkel fog, vagy tű, vagy ár van benne. Tehát ez az alap. Kell hozzá egy ár, ezt sallangozó vagy sallangozó árnak nevezzük, ez rombusz alakú, illetve kell egy tágító ár, vagy gömbölyű ár, és ez is jó, hogyha több nagyságban és több méretben is van. Hát gyakorlatilag ennyi kell hozzá, valamint egy kis technikai tudás, akarás és kitartás. Meg egy kis fantázia. Meg egy kis fantázia, így van. Megfelelő szakmai irányítása sikerült megnyerni a főzőversenyt. Milyen volt eddig a mai nap? Köszönöm szépen, nagyon jó érzük magunkat. Gyerekegyházi önkormányzat kis csapatával a közös hivatallal vagyunk itt, valamint Tompahátról jöttek el barátaink, akik majd a ma délutáni rendezvényen fognak szerepelni. Délelőtt főztünk, délután reméljük a Parasztolimpián majd jó helyezést fognak elérni. Úgy gondoltuk, hogy Eperjessel, vagy közös hivatalunk van, és teljesen baráti a kapcsolat polgármesterről, a képviselőtestület és a faluval. Itt a helyünk, megkaptuk a meghívást, eljöttünk szerepelni. Magunknak főztük, igazából nem a verseny miatt, de hát így sikerült, hál' Istennek. Ki volt a szakács? Hát én magam voltam a szakács, voltak segítőim, akik forgatták, ha véletlenül arrébb mentem egy fröccsöt vagy egy pálinkát meginni, úgyhogy volt, aki odafigyelt még rajtam kívül is, de magamat mondhatom annak, hogy én voltam a szakács. Ez a Parasztolimpia a megyében nem sok van ilyen, hogyha jól tudom, mennyire népszerű ez a csapatok között, hiszen az elmúlt években is volt már erre példa, ugye tavaly nyilván elmaradt a Covid miatt, de milyen hangulata van ezeknek? Úgy gondolom, hogy ezek a hagyományőrző versenyek, ahol egy kicsit a régi hagyományokat fölfrissítve, kicsit tréfásra véve,
ezek a versengések, ezek nagyon jók. És igazából érdemes a településeken ezeket visszahozni, hiszen mindenki szereti, a fiatalok most találkoznak számtalan előadás, vagy olyan próbatétellel először, és azt gondolom, hogy ezek egy igenis a vidéknek, ez egy föltétlenül fontos része. Én azt gondolom, hogy a településsel, főleg Eperjessel ezt természetesen folytatni fogjuk, de ugyanúgy Szegvárral, Nagymágocssal hasonlóan jó kapcsolatunk van, bár ugye itt nekünk közös hivatalunk van, tehát ez még szorosabb a kapcsolat Eperjessel. Polgármesterről külön rengeteget szoktunk tárgyalni, beszélgetni. Pályázni esetleg? Pályázni is, pályázatokról, kivitelezésekről segítjük egymásnak a ügyeit intézni, és azt gondolom, hogy ez így működik valójában jól. Itt áll mögöttünk 7-8 bogrács üresen. Mi történt itt a mai napon? Hát főztünk egy 140 kg marhát, meg egy 50 kg pirkát. Milyen marha volt ez? Szürke marha. Mi a titka ezeknek a bográcsos főzéseknek? Mert azért, hogyha valaki ennyi bográcsot itt egymás mellett fölrak, meg felügyel rá, annak azért oda kell nagyon figyelni. Nem egyedül voltam, hárman voltunk, hárman csináltuk ezt az egészet. Hát oda kell figyelni. Hogy történik a felkészítés? Mit raksz alulra? Zsírt. Legelőször zsírt, utána csontosat, és utána a csontos után teszünk hagymát, fűszereket, és úgy teszem a húst a tetejére. Mekkorára vágod a húst? Hát az egy falatos, hát nem nagyra, csak olyan, hogy egy falat legyen. Olyan kétszer kettes. Olyan lányoknak való fajadsz, vagy fiúknak? Hát ez olyan normális legyen, normális. Ez fiatal, gyenge marha volt? Nem. Ez egy 6 éves tinó. Itt a hivatalnál nőtt föl. Ez 6 éve van itt ez a jószág. Mennyi ideig kellett ezt előkészíteni? Mert gondolom már ezt tegnap neki láttatok. Hú, ez nem tegnap. Hát ezt még szerdán este levágtuk a marhát. Akkor éjszaka még összevágtuk a húst. A marhahúst, ez volt 187 kiló a tiszta hús. 300 adagot adtunk el nagyjából. Még itt az itteniek. Közel 400 adag ment el én szerintem. Aki így a vendégekkel együtt. A csongrádi borok népszerűsítése céljából minden év augusztusában megrendezésre kerül a Csongrádi Borfesztivál. Idén augusztus 19, illetve 22 között zajlott, immár 23. alkalommal. A kulturális programok, koncertek, kiállítások mellett a finom borok a családi és sportprogramok iránt érdeklődők is kiválóan szórakoztak a 4 napon át tartó fesztiválon. A csongrádi borok népszerűsítése céljából minden év augusztusában megrendezik a Csongrádi Borfesztivált, mely idén augusztus 19-e és 22-e között zajlott le. A város már a honfoglalás idején is szőlőtermesztéssel foglalkozott. A népszerű programon minden a bor körül forog. Látszik, hogy a borfesztivál az, ami a csongrádiaké. Tehát itt, hogyha végigmegy az ember este a bor utcán, akkor rengeteg ismerőssel találkozik. Nem csak úgy, mint polgármester, itt bármely csongrádi. Én úgy gondolom, hogy a csongrádi lakosság jelentős része fiatal, az időség megfordul ilyenkor a bor utcán, és hála Istennek egyre többen jönnek hozzánk más településekről, nagyon sok szentesi vendégünk is van innen a környékből, de jönnek Félegyházáról, és hát erre a 3-4 napra a csongrádi szállásaik gyakorlatilag fullra betelnek, tehát ezt már évek óta tapasztaljuk, és ez jó, mert úgy néz ki, hogy híre van, jól érzik magukat az emberek. Tavaly nagyon csalódottak voltak, hogy végül nem tudtuk megrendezni, elég rizikós lett volna a tavalyi járványhelyzetben, de hála Istennek idén, különösen annak is köszönhetően augusztus 18 és 22-e között a kormányrendelet a Szent István napi rendezvényeket mentesítette a korlátozások alól.
Így tényleg mindenki, akár rendelkezik védettségével, akár nem jöhet a borfesztivál, és jól érezheti magát. Mert bár bormusrának nevezzük, de azért ez nekünk ez a borfesztivál, ez a leg, most már így 23 alkalom megrendezett legnagyobb ünnepünk, úgyhogy jó, hogy itt tudunk lenni, remélhetőleg minden nap el tudnak jönni a csongrádiak, és remélhetőleg a borászatoknál lesz is annyi bor, hogy kitartson ebbe a 4 napba. Viszont azt tudni kell, hogy 15 borászat van kin, ez azért egy nagyon magas szám, és így hirtelen nem tudom visszanézni a tavaly előtti részvevőket, de ennél több még nem volt, az biztos. Úgy, hogy két olyan borászat, aki az elmúlt években azt is lehet mondani, hogy tagja volt a kiállítóknak, már most ebben az évben különböző okok miatt, de nem tud itt lenni. Az egyik sajnos a Csongrád Bor Kft., ami ugye gyakorlatilag befejezi a tevékenységét Csongrádban, azért ők hiányoznak. Másik pedig egy szexárdi kiállítónk, az Édes Kurja, aki egészségokok miatt nem tudott itt lenni, viszont ennek ellenére is ennyien vagyunk, tehát vannak új borászatok is, és hát ha most jól számoltam, 7 csongrádi borász van a 15 kiállító helyből, 7 vagy 8, úgyhogy meg lehet kóstolni, valóban minden olyan bort, ami csongrádi szőlőből készül bármely borásznál, ez egyébként elég komoly kihívás ez bárkinek is, hiszen vannak itt olyan borászatok, ahol 7-8-10 fajta bort is kínálnak, csongrádi bort, Csongrádon termett szőlőből, de meg lehet kóstolni villányi borokat, a kunsági borvidék, a Frickmann borház termékeit, Tokajból vannak borászok, a Dél-Balatonról, az egyik fesztiválbor például az övéké volt a fehér kategóriába, Abasáról, tehát a Mátra déli lejtőiről, tehát, és remélem nem hagytam ki senket, ha igen akartó, elnézést kérek. Tehát tényleg egész Magyarországot meg lehet most kóstolni borilag. A rendezvényt Farkas Sándor miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője köszöntötte. A jó bornak kell a cégért, főleg manapság, amikor nagyon sok jó bor van az országban és a világban, és egyre nehezebb ezeket a borokat jó áron értékesíteni. Ugye sajnos itt az elmúlt másfél-két év járvány helyzete nagy mértékben befolyásolta a borfogyasztást is, illetve az a vendéglátóipar, a turisztika, a horeka ágazat, ahogy szoktuk ugye mondani, az nagyon súlyos károkat szenvedett, és ebben a maga bor ágazat kapta a legnagyobb pofont, ha fogalmazhatok így, ugye, mert a külföldi vendégek, a turisták nem nagyon jártak sem Magyarországon, sem külföldön, és így a fogyasztás is jelentős részben visszaesett. Ugyanakkor a szőlő meg nő, terem, a bogyók fejlődnek, habár ebben is vannak nehézségek, ugye, mert ez az év is egy különleges év, mint átlában majdnem minden év. Ugye akkor, amikor egy tavaszi esősebb időszak után jött egy szárazabb, hűvösebb tavasz, most a nyár pedig aszályba csapott át, több pettek lehetnek a szemek, lehet, hogy egy kicsit kevesebb lesz a termés, de ugyanakkor a minőségnek jónak kell lenni. Tehát egy nagyon bonyolult helyzet, és itt van a felvásárlás időszaka. Augusztus végén ez mindig nagy kérdés a szőlészeknek, borászoknak, főleg a szőlőtermelőknek, hogy milyen áron tudják értékesíteni, és majd ebből a borból, vagy ebből a szőlőből milyen bor, vagy milyen egyéb anyag, akár must, vagy különböző szőlőlé készül, hogy ezt hogyan tudják majd a piacon értékesíteni. Ezért fontos az a kérdés, hogy igen, kell a jó bornak a cégért. Ugye, hogyha itt most végignézünk a standokon, meglátjuk azokat a bortermelőket, akik eleve ők termelik meg először is a szőlőt, és saját maguk készítik el a boraikat. És én ismerek már ezeket a borászokat, akiknek egyre jobb hírnevük van, és itt a térségben is, de most már országosan is tudok olyan borászt, fiatal embert, aki a legújabb technológiával, a legmodernebb technológiával tudják elkészíteni boraikat, és ezek a borok, akár mondhatom, hogy Budapest leglátogatottabb, legfelkapottabb vendéglátóhelyen is megtalálhatók. Természetesen nem ez az átlag, de ez is azt mutatja, hogy igen, az innovatív készség, aminek benne kell, hogy legyen ma már mindannyiunkba, szőlészbe, borászba, el tud jutni olyan szintre, hogy megfelelő minőséget, még itt az alföldi viszonyokhoz képest is kiváló minőséget tud előállítani. Ugye az alföldi boroknak van egy hátránya, hogy nem azok a igazi zamatos borok, mint akár a vulkanikus hegységek lejtőin termelt szőlőfajták által, vagy abból kinyert illatok. Itt is azért különböző fajtákkal,
technológiával egyre jobban meg tudják közelíteni, és erre is van jó példa, és ezek a borászok szerintem a következendő időszakban egyre nagyobb mennyiséget fognak tudni előállítani, és ezzel is viszik Csongorát hírnevét. Ön biztos sok mindenkit vendégül lát, milyen borokat tesz ilyenkor a vendégek elé, mire büszke, ami biztosan érdekli őket is, hogy a térségre milyen jellemző. Megmondom őszintén, én korábban, körülbelül 20 évvel ezelőtt történt egy eset, körülbelül 20 éve, vagy biztos, hogy van annyi, volt egy vendégem, és hát én készültem, vagy valami jó minőségű, sajnos akkor nem gondolkodtam Csongorádba, nem csongorádi bort tettem az asztalra, és megkérdezte, hogy Sándor, nincs helyi bor? És én nagyon elszégyeltem magam, mondom, hát itt vagyunk 11 néhány kilométer a bokrosi szőlőktől, ahol azért jó, jó borok is készülhetnek és készülnek, és én nem tudok egy üveggel se adni. Na most azóta nekem nincs trezorom, de van egy kis polcom, ahol azért mindig megtalálható a csongorádi bor. Gyakorlatilag mondhatnám azt, hogy a legfontosabb, a legnagyobb mennyiségben előállított fajtákból mindig van egy pár üveggel otthon. Pont azért, hogy ilyen eset még egyszer ne forduljon elő, én ezt nagyon szégyeltem, és én ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy legyen otthon egy-két üveg csongorádi bor. Nem biztos, hogy a legmagasabb prémium kategória, de egy beszélgetéshez, egy kocintáshoz, egy fröccshöz, de akár tisztán is, akár talán még egy zsíros kenyér mellé is elfogadható, kimondottan jó, és én azt gondolom, hogy ha ezt úgy többen végig gondolják, akkor megint a cégérhez jutunk vissza, hogy igen, a csongorádi bor itt van a mi térségünkben, itt van. Gyuvai Gáspár alpolgármester szőlőtermeléssel is foglalkozik, így a borászkodás is a tevékenységei közé tartozik. Mind a fehér, mind a vörös borokat nagy figyelemmel kísérte az idei bormustrán. Mint ahogy itt már elhangzott bizonyára, meg a megnyitón is, hogy egy-egy ilyen pohár bor, amikor a kezünkbe fogjuk, akkor hogy mennyi minden előzi meg, mennyi bizonytalanság, az időjárásnak ki vagyunk téve. Számos olyan betegség szedheti áldozatát a szőlőben, ami nem biztos, hogy ki tud az ember védeni. Na de hát a magyar ember, a magyar gazda, az ezekből okulva újra talpra és talpra áll, és akkor újra próbálkozunk. És azt lehet mondani, hogy azért ebben az évben is nagyon-nagyon jó minőségű borokat sikerült elállítani minden egyes területen, akár a fehér, akár a vörös, vagy a kékszőlő, vörösbor, és hát itt ugye a rozét a kékszőlő mellett meg kell, hogy említsem. Nagyon jó minőségek. Bizonyítja az is, hogy előtte a borfesztivál előtt volt egy megyei borverseny, és hát, hogy ilyen eredményeket talán még nem is produkáltunk sose. És ami nagyon érdekes, hogy ezeket az eredményeket úgy produkáltuk, hogy nem a csongrádi borvidéknek a borászai voltak többségében a bíráló bizottságban, hanem a távolabbi borvidékekről jöttek borászok, és ők minősítettek. És akkor még itt van az utolsó nagy, úgymond megmérettetés, amikor egy-egy ilyen fesztiválon a széles közönség elé kimennek a borászok, és hát én azt hiszem, hogy az igazi bíráló csapat az a közönség, hogy majd leszűrjék a tapasztalatokat a borászok is, hogy egy-egy kóstolásnál milyen vélemények hangoznak el, illetve talán majd a fogyásból is, hogy mennyien kóstolnak, mennyit kóstolnak, abból is ki fog derülni. A borünnep is hagyományosan a Szent Vince borrend és a Csongrádi Városi Fúvószenekar felvonulásával kezdődött. Idén sajnos nem avattak új borlovagot betegség miatt, viszont a bormustra díjait kiosztották. Gulyás Ferenc elnök összegezte a 2021-es versenyt. Jó pár nagyon ügyes ember van itt, akik finom borokat tudnak készíteni, akiknek a borai fölveszik a versenyt az ország bármelyik borvidékének a boraival, és én gratulálok ezeknek a fiúknak. Ugye itt szó volt róla, hogy négyen kaptak, azt hiszem négyen kaptak díjat.
rozé, kékfrankos, meg nem tudom még melyik volt. A lényeg az, hogy nagyon finom jó borokat kóstolhatunk, mert én ezeket a fiúkat már régről ismerem, sőt, van egy olyan fiú is, Martin, aki nálam dolgozott, amikor végezett az iskoláival 6 évig, ott dolgozott nálam, és már lassan kit odaérünk hozzá, hogy a tanítómesterét el fogja kerülni. Gratulálok is neki. Az idei év, mint már részben hallhatták, nem kényeztette el a bortermelőket. Kegyetlen rossz évünk van. Hát nem tudjuk, hogy mi lesz még, mert ugye az időjárás kiszámíthatatlan, mint rendesen. De most nagyon-nagyon rossz volt. Úgy látjuk, nagyon rossz volt ez az év. Nem volt eső. Na most még, ha nem lett volna is eső, de ez a 30 fok fölötti hőmérséklet, ez meg látszik a szőlőtermesztés, aszalódottak szemek, nem egyformán érnek be. Ha minden normális lett volna, akkor én úgy látom, hogy akkor lett volna egy közepes termés. De nézzük is akkor a díjazottakat. Gyakorlatilag a fesztivál bora választást minden egyes borfesztiválkor megtartják. 3 kategóriát természetesen, fehér rozé és vörös bor kategóriában. És a vörös bor kategóriában az én Cabernet Sauvignon 18-as évjáratú boromat választották a fesztivál legjobb vörös borává. Mesélj, légy szíves, erről a borfajtáról. Gyakorlatilag én azt mondom, a borászatom zászlós hajójáról beszélünk. Nagyon világszerte ismert fajta a Cabernet Sauvignon. Csongrádon is nagyon nagy területekkel foglalkozok vele én is, és egy nagyon jó fajtának találom, és ebből szoktam a legjobb minőségű és legtöbb minőségű bort készíteni. Miért olyan különleges ez az évjárat? Mi hozta meg számára ezt a díjat? Gyakorlatilag a 19-es évjárat, ugyanúgy, ahogy a 18-as, a 19-es egy nagyon jó évjáratnak számított. Ez egy 18-as Cabernet, ami most a díjat nyerte. Gyakorlatilag a fahordós érlelés, a jó alapanyag meghozta gyümölcsét. Mihez fogyasszuk ezt a bort, mihez ajánlod? Azért ez egy nagy testű vörösborról beszélünk, magasabb alkohol, barikhordos érlelést kapott, tehát gyakorlatilag inkább pörköltekhez, vagy gyakorlatilag a borsor végére úgymond a jéghegy csúcsára ajánlom. Mit jelent számodra ez a díj? Elsősorban minden díj, amit kap egy borászat, vagy maga egy bor kap, gyakorlatilag a nagyon sok munka eredményét adja át. Mint mondjuk, ez egy 18-as bor, tehát 3 éve azért foglalkozok, és szépítgetem és csinosítgatom, úgyhogy nagyon örülök minden elismerésnek. Főleg itt Csongrádon, úgymond hazai pályán egy ilyen díjat megnyerni nagyon, nagyon büszke gondolattal tölt el. A standnál találkoztunk össze Csongrád másik alpolgármesterével, Cseri Gáborral, aki épp a díjnyertes vöröset kóstolta meg. Ez a fesztiválbora nagyon finom, kellemes fanyar szárazságával. Nekem most az jutatja eszembe, hogy a mostani napsütötte időszakban milyen, bár nem az idei bor ez, milyen finom borokat lehet itt Csongrádon inni, és milyen finom borokat tud Bodor Martin csinálni. Például, de természetesen nagyon sok más borász is van még itt, aki szintén finom borokat tud csinálni. Nagyon jó, kellemes, olyan kellemes üdítő, bár mély gondolatokat ébresztő hatása van neki. Folytassuk a Gut Pintér pincészetnél, hiszen önök kedves nézőink az általuk elkészített rózét választották közönségdíjasnak. Nagyon örülök, hogy az elmúlt 3 fesztiválból ezt 2 alkalommal is sikerült elhoznunk. Én azt gondolom, hogy a nevünk mostanában most már kezd összeforni a kiváló csongrádi rozéborral, úgyhogy ennek rettentően örülünk. Most is nagyon izgatott vagyok emiatt. Tehát akkor a rozé a díjazott. Igen, a kékfrankos 2020-as rozénk, ugye itt mindig csak a legfrissebb évjáratot árusítjuk mi is rozéból. Így szüreti időszakra már lassan el is fogy mindig az aktuális évjárat, és ilyenkor már koncentrálunk majd a következő évre. Még pár hét és kezdődik a szüret nálunk is. Mi jellemző erre a díjnyertes közönségdíjas borra? Itt nyáron a nagy melegben azért a rozékat szívesen fogyasztják a vásárlók. Így van, ennek most lett egy divatja, de nagyon örülök, hogy elterjedőben van, hiszen egy nagyon kellemes nyári üdítő ital. Én azt gondolom, hogy ilyen sikeresek tudunk lenni benne az, hogy élen járunk a technológiában, tehát számítógépvezérelt hűtött erjesztő technológiánk van, és ez megőrzi azokat az illatokat, ízeket, savakat önmagában is, de egy pici szódával is rendkívül jó szomjoltó, és tényleg egy igazi üdítő ital tud lenni így a nyári nagymelegben. De emellett van egy teljesen természetes, spontán eresztésű rozénk is, amit most nem neveztünk, de
akár az is nyerhetett volna, azt gondolom, mert az is van legalább olyan finom, mint a másik. A finom borok mellé kemencében sült finomságokat kóstolhattak a vendégek több napon keresztül. Kulturális programok, koncertek zajlottak a színpadon. Egy-egy pohár bor mellett ismerettségek köttettek, tartalmas beszélgetések zajlottak. A borászok pedig már nem pihennek, hiszen az ünnep után a szőlőkben indul az idei szüret. Aktuális magazinunk véget ért, most következik közéleti összeállításunk. Maradjanak velünk! A tavasz első napsugarai melengedték, harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A vállalat, amely felelősséggel, lendülettel, minden nap a jövőért, értünk dolgozik. Mert a hagyomány kötelez. El tudnánk érni otthonról az egész világot? Lehetne mindenhol olyan szuper gyors a net, mint nálunk? Még szép! A Vodafonnál mindig újítunk. Egy gigabit sebességű szupergyors vezetékes internetünk már 1,5 millió otthonban és vállalkozásban érhető el, és nem állunk meg itt a fejlesztésben. Rendeld meg egy gigabit sebességű vezetékes internetünket most 2 hónapig 0 forintos havidíjjal. Together we can. Vodafone. Ez már a Szentes Televízió közéleti magazinja a tartalomból. Szeptember 3-án nyit a Szentesi Színház, a nyitóprogramokról érdeklődtünk. Majd a Városi Úszóklub egy rendhagyó kezdeményezéséről számolunk be, mutatjuk a részleteket. Szeptember 3-án felgördül a függöny. 16 és 18 óra között bárki megtekintheti a felújított Tóth József Színház és Vigadó épületét. A színház előtt gálaműsor, a sportpályán hőlégballon várja a látogatókat, hogy igazi különleges élményben legyen részünk. Visszaszámlálás indul. Kedves nézőink, augusztus utolsó napjaiban már arra koncentrálunk, hogy kezdődik a szeptember, egy megújulás, elkezdődik gyermekeink számára az iskola, és Szentes egy legnagyobb várva várt attrakciója, ami talán az elmúlt években egy óriási igényként fogalmazódott meg a városban. Újra nyit a színház, az egykori Tóth József Színház és Vigadó, Seregi Zoltán, a Békés Csabai Jókai Színház igazgatója, illetve Szolyka Szintia Daniella, művészeti vezető titkár, aki ma a vendégünk, és akikkel ma beszélgetünk arról, hogy mi várható szeptember 3-án. Nagy ilyen igazi belevaló program lesz. Hát igen, nagyon, nagyon erős programmal készülünk, hiszen felmértük, hogy ez valóban egy óriási dolog itt a szentesieknek, és szeretnénk egy emlékezetes nyitó programot csinálni, aminek az első és talán az egyik legfontosabb része az, hogy a színház előtt egy szabadtéri színpadon lesz egy jó 2 órás gála műsor, hiszen a színházban nem fér be csak 360 ember, és ezzel szeretnénk a szentesieknek kedveskedni, hogy itt ugye mindenki el tud jönni erre a szabadtéri rendezvényre. Aztán reméljük, hogy majd a színházban is, de hát oda csak 360-an egy előadásra csak annyian férnek be. Úgyhogy
Ezen a gálán az volt a cél, hogy egyrészt legyenek a jelenlegi szentesi művészeti együttesek közül a legreprezentatánsabbak, illetve azok, akik a szentesi gimnázium, a Horváth Mihály gimnázium a drámai tagozaton végeztek, és a színházi pályán érvényesültek. Azon kívül, hogy megismerjék a Békés Csabai színészeket, közülük is lesznek egy páran, és ezen kívül még egy-két országos név is. Ezzel azt szeretnénk demonstrálni, hogy ez a színház, ez egyrészt ugye hát a bérletes előadások Békés Csabaiak lesznek, de mivel lesz minden hónapban két meghívott előadás is, az tulajdonképpen egész Magyarországról várható. Nyilván olyan, ami itt előadható, befér, és szenikailag is megvalósítható, de amúgy szabad a választék, tehát próbálunk az egész országból majd meghívni előadásokat, Budapestről is. És hát ennek az első, hogy mondjam, demonstrálása már meg is történt, hiszen szeptember 17-én a Székesfehérvári Vörösmarty Színház lép fel Gáspár Sándorral a főszerepben, ugye erre figyeltünk, hogy olyan is legyen, aki innen származott el, illetve a másik pedig egy budapesti színház, a József Attila Színház lesz 21-én a Magyar Dráma napján a Gyertyák csonkig égnek című márai darabbal, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezzel azt mutatjuk be, ami majd várható. A szabadtéri gála az ugye 4-től 6-ig tart körülbelül, és akkor 7 órától pedig kezdődik az ünnepi színházi előadás, amire ugye nem tudunk mindenkit. De már el is keltek a jegyek, meg hát ugye protokoll is van. De másnap megismételjük, tehát aki akarja, az még meg tudja nézni. Ez a Tamási Áron Vitéz Lélek című darabja, amit azért választottunk, hát részben, mert mi játsszuk még, másrészt pedig az újrakezdésről szól a darab. És hát itt is egy újrakezdésről van szó, hiszen újraindul a színházi élet szentesen, ezért gondoltuk, hogy akkor ez lenne az ünnepi előadás. És utána, az még egy kis csemege, a Szőke András, a Szőke Badár párosnak egy filmje kerül majd bemutatásra, ami egyébként ingyenes rendezvény, 10 órától a színházi előadás után, ami a maga Szőke Badár stílusában egy nagyon jópofa film, tulajdonképpen a színházról szól, a bezárt színházról, meg az építésről is, csak ugye nem tudták befejezni, mert azt szerették volna, hogyha a színház átadása is benne lenne a filmbe, de ez nem sikerült, nyilván sok oka van, de azért a film az kerek egész így is, és hát ezzel is kedveskedni akarnánk a szentesieknek, és ezt is megismételjük, ha valakinek késő ez a esti 10 óra, akkor másnap délután még egyszer levetítjük. Ugye elkezdődött a bérletek, a jegyek eladása is a Szentesházban néhány napja, 2 hete. Én azért, amikor erre jövök a jegyeladási napon, akkor mindig látom, hogy sorok állnak. Hogy halad? Igen, szerencsére még mindig nagy az érdeklődés, nagyon jól halad. A tervezetnek már, a tervezett bérletes eladásoknak a felét már túlléptük, úgyhogy most már mind a 4 bérletes előadás megáll a lábán, de nagyon jól haladnak a jegyes előadásaink is, tehát hogy például 17-ére már alig van szabad helyünk, úgyhogy még aki szeretne jegyet, az gyorsan szerezze be. Online is elérhetőek egyébként a bérleteink is, illetve a jegyes előadásaink is természetesen. Ugye láttam a bérlet előadásai között egy olyat, amelyet igazgató úr rendezett, ez a Viktória darab. Mit lehet erről tudni? Ugye számunkra ez érdekes lehet, hogy az ön munkáját így meg is tudjuk majd fogni, meg tudjuk tekinteni szentesen. Ugye én egy előzetes felmérésből indultam ki, hogy milyen darabokat válogassunk be, és hát az operett ott előkelő helyen szerepelt, úgyhogy erre figyeltünk, hogy a szentesiek várakozásai és kérései megjelenjenek a műsorterben. És hát ez volt a mi idei operettünk, úgyhogy ez ezért kelt be. Hát az, hogy éppen én rendeztem, ez egy véletlen. Ugyanakkor
ezt elmondom, mert ez egy jópofa dolog. Tegnap zártuk a Szarvasi Vízi Színházat, és a Viktória című operetre kaptam egy elismerést, amit úgy neveztek el, hogy a Történelmi Magyarország Közepe díj. És ez azért, mert ugye Szarvason van a Történelmi Magyarország Közepe, tudjuk, és hát a Viktória az a Nemzeti Összetartozás évada egyik darabja volt, ami ugyan nem sikerült a Covid miatt úgy, ahogy szerettük volna megvalósítani, de ez azt jelenti, hogy minden darab, ami abban az évadban színre került, az valamilyen módon Trianonnal, ugye a 100 éves évforduló miatt valamilyen módon Trianon megjelenik benne. És hát ebbe az operetbe nem szándékosan, mondjuk egy picit volt benne dramaturgiai beavatkozás minimális, de alapvetően erről szól, hiszen 1921-ben játszódik, és az egyik főszereplő az ugye elmegy katonának 16-ba, és mire hazaér, akkor már nem az az ország várja, ahonnan elment. Úgyhogy, tehát benne van ebbe is Trianon, és gondolom ezért kaptam én ezt a díjat tegnap, de jól esett, de hát picit furcsa a neve, de hát ilyen. Ugye volt korábban egy felhívás, hiszen itt, amikor bezárt a színház, akkor több ígéret is elhangzott, hogy aki megtartja az utolsó jegyét, majd megnézheti itt a nyitás hónapjában, illetve egy előadást megtekinthet. Jelentkeztek-e, mennyire éltek ezzel a lehetőséggel a szentesiek? Éltek. Féltek tőle, hogy nem tudjuk majd beváltani az ígéretet, de szerencsére itt sok helyről érkezett az információ, hogy erre van igény, és hogy ez az ígéret, ez szép gesztus lenne, ha betartanánk, és mi tartottuk is, és továbbra is mondom, ha még esetleg valakinek van az utolsó előadásról jegye vagy bérlet, az jöhet nyugodtan, már csak 4-ére tudjuk beváltani, de nagyon szívesen beváltjuk, mert ez egy kellemes hangulatot kelt, és úgy gondoljuk, hogy ezzel csak bevonzuk a nézőinket. Nagy durranásról beszélünk itt a szentesiek életében a nyitó napon és nyitó ünnepségen. El lehet árulni, hogy milyen meglepetésekkel készülnek még? Hát szeretnénk, most folynak a tárgyalások, úgy tűnik, hogy sikerülni fog egy hőlégbalont a sporttelepen fölengedni, ahol a szentesiek is fölmehetnek, aki vállalkozik erre. Ezen kívül Gile Olgának, a nagyszerű smink és maszkmesternek lesznek itt élő, lesz egy élő kiállítása, 6 gyönyörű hölgy, és az egyiknél a közönség láthatja, hogy hogyan születik meg egy frizura és egy maszk, mert itt lesz Olga, és ott fogja csinálni a nézők szeme láttára. A másik nagyon fontos dolog, hogy a gála ideje alatt, tehát a színpadon folyik a gála, színház előtt, de a színház nyitva lesz. Tehát aki be akar menni, és hát nyilván sokan szeretnék látni, mert gyönyörű, azok be tudnak menni, és ott a drámai sok, a horvát nyelvű drámai hallgatói fogják őket kalauzolni a színházba, és megmutatni belülről az egészet. Meg talán lesz egy katonai díszsorfal is a belépőknek. Mi lesz még? Még díszsortűz is talán, úgyhogy tűzi játékot is szeretnénk a végén, amikor már sötét van előadás után. Tehát egy kicsit úgy jól felturbózzuk ezt a dolgot, hiszen úgy gondolom, hogy ez megérdemli egy ilyen nagy esemény. Engem érdekelne a háttér is, hiszen az elmúlt hetekben, az előkészítés hónapokban alatt azért rengeteg munka történik, ami talán mi laikusok el sem tudunk képzelni, hogy mivel jár megújítani, meg építeni újra, felépíteni újra a színházat, hogy itt a nézőket vonza. Mit jelentett ez a háttérben? Nyilván nagyon sok szegmensét meg lehetett ismerni a városnak, számos civil egyesülettel, emberekkel lehetett kapcsolatot építeni. Miből áll ez a háttérmunka? Hát a szervezés szempontból egyrészt fel kellett venni a tempót és a kapcsolatot a helyiekkel, a környező településekkel, ezzel szerencsére nagyon sok segítséget kaptunk a helyiektől, tőletek. Ez mondjuk a közönség szervezés része, de például ehhez tartozott az utazószínház, amit szerveztünk, hogy kicsit népszerűsítsük a színészeinket, főleg a fiatal színészeink jöttek ugye,
illetve a bérleteinket, az előadásainkat, a terveinket, hogy egyáltalán mivel készülünk, hogy tájékoztassuk a nézőinket. Igen, hogy bocsánat, a felmérés is elhangzott, tehát azt önök kutatták, hogy mire van igény Szentesen? Ezt a város kutatta. Egyébként mi mondtuk, meg mindig mondjuk a nézőinknek, hogy jelezzenek vissza. Tehát kapjanak el minket kifelé, vagy a szünetbe, vagy a jegyirodába. Tehát, hogy mindenképp hogy írjanak e-mailt, hogy jusson el hozzánk a véleményük, meg a reakciójuk, mert nagyon sokat számít. És semmi nincs kőbevésve, mindenen lehet változtatni, főleg így egy újranyításkor, ami kicsit új konstrukcióban van minden, tehát hogy változékonyak a dolgok, és azt szeretnénk, hogy mindenki jól érezze magát, és minél pozitívabb élményekkel térjen haza, úgyhogy várjuk a visszajelzéseket, meg természetesen meghallgattuk azt is, hogy régebben mi hogy működött, és ehhez is próbálunk alkalmazkodni, mert ami már egyszer bevált, azon nem biztos, hogy kell változtatni. Ez a nyitottság szerintem nagyon érződik, illetve az is, hogy Szentes abszolút középpontban van ebben a felfogásban. Igazgató úr említette is, hogy ez nyilván a mindennapokban megmutatkozik. A közönség és a színház találkozásánál hogyan lesznek-e olyan programok, amelyek valóban Szentesről érkeznek? Hát szeretnénk egy a színházi előadások mellett egy úgynevezett közművelődési programot is elindítani, ahova várjuk az ötleteket, ezt meg is írtam már a honlapra, hogy mi érdekli a szentesieket. Itt négy témakör van, ezeket elneveztük ilyen kicsit viccesen, hogy tudomány kuckó, művész fészek, életmód parti és sportcsillag sarok. Tehát ezek ingyenes rendezvények lesznek, ahova majd regisztrálni kell, mert lehet, hogy az előtérben van egy ilyen kis kamaraterem, hogy ott tervezzük, de hogyha nagyon sokan akarnak jönni, akkor bevisszük a színházterembe természetesen. És hát ezekben a témakörökben ugye a tudománykuckó az arról szólna, hogy olyan tudományos beszélgetés vagy előadás, ami közérthető mindenkinek, tehát olyan tudományos témák, de nem az egyetemi székfoglaló, hanem amit mindenki megért, az átlagember. A művészfészek az valamilyen művész, ilyen kamararendezvény, énekesek, költők, írókkal való találkozás. Az életmódparti, hát az benne van, tehát életmód, életvezetés, itt lehet orvosi dolog is, tehát elég tág. A sportcsillag sarok az pedig hát sportcsillagoknak a vendégüllátása, de hogy kik meg milyen témák, abba abszolút nyitottak vagyunk, és várjuk a szentesiek véleményét, hogy mit szeretnének hallani, vagy kit szeretnének, és akkor azt megpróbáljuk megszervezni. Teljesen nyitott, akkor a hozzáállás, várják a szentesiek ötleteit, reakcióit kvázi egy közös munkára. Szeptember 3-án pedig egy új korszak veszi kezdetét, és lesz újra színházunk. Nyomon követjük természetesen mi is az eseményeket, további jó munkát kívánunk, és köszönjük a lehetőséget. Mi köszönjük. Köszönjük szépen. Díjmentesen javítja a fiatalok vízbiztonságát a Szentesvárosi Úszóklub. Az Üdülőközpont Kft.-vel ennek érdekében közös kampányt indít. A szeptemberi kampányra a 12-18 év közötti korosztály jelentkezését várják. Egy új kezdeményezést indított a Szentesvárosi Úszóklub, illetve a dr. Ébeli Szabóné Vince Edit. Miről is szól ez a kezdeményezés, hogyan jött az ötlet? Az ötlet az onnan jött, hogy ugye nyáron a híreket hallgatva eléggé nyomasztó volt számomra, hogy nagyon sok fiatallal történt tragédia a különböző vizes eseményeken, tehát a nyaralások és egyéb alkalmával, és ezért úgy gondoltam, hogy mi vagyunk azok az úszóedzők, akik esetleg tehetünk azért, hogy ez minél kevesebb számban forduljon elő. És azt gondoltam ki, hogy az úszóklub egy olyan kezdeményezés, egy olyan kampányt indít szeptemberben, hogy javítsuk a tinédzserek úszástudását, a vízbiztosságát, vízbiztonságát, és ezért szeptemberben heti 3 alkalommal meghirdettünk a fiataloknak, tehát 12-18 éves korosztálynak egy ilyen kondicionáló, technikajavító edzés lehetőséget, amelyen ingyen vehetnek részt. Miből áll majd egy ilyen foglalkozás, mivel fognak kezdeni itt a fiataloknak?
Tehát elsősorban felmérjük ugye az úszás tudásukat, és utána, mint ahogy mondtam, tehát kondíciójavítás, tehát az azt jelenti, hogy azért 1000-2000 métert le kell tudni úszni a gyerekeknek ahhoz, hogy biztonságban tudhassák magukat, tehát biztos úszás tudásnak kell lenni, és hát javítani a technikájukat, mert az a tapasztalatunk, hogy már óvodáskorban úgy jönnek le a gyerekek, hogy ők tudnak úszni, tehát hogy az önbizalommal nincs hiány, és talán pont ez az, ami ugye amikor ilyen veszélyhelyzetbe kerülnek, és próbálnak egymáson is segíteni, vagy esetleg ők bajban kerülnek, amit talán nem jól mérnek fel, hogy mennyire biztos a tudásuk, és talán bátran is mennek be olyan helyekre, ahova nem kellene egyedül elmenniük. Tehát ezen próbálunk segíteni, hogy tényleg olyan legyen az úszás tudásuk, hogy bátran bemehessenek, akár folyóvízbe, akár állóvízbe. Tehát ezt itt tudjuk elkezdeni a medencében, hogy megalapozzuk ezt a tudást. Ugye bár iskolákban oktatják az úszást, akkor ez szerint ott nem tanulják meg ezeket a mozgásokat, ezeket a mozgásformákat, hogy hogyan kell az ilyen nagyobb folyóvizekben úszni. Hát igazából ők is ugyanazt csinálják, amit mi medencében, de hát most azért a Covid miatt is nem olyan volt az úszásoktatás az elmúlt másfél-két évben, sőt egyáltalán nem volt úszás, és azért gondoltuk, hogy amíg most lehet, de szerintem én abban reménykedem, hogy ennek nem lesz vége, tehát lesz folytatása, tehát szeretnénk még most elkezdeni, megalapozni, és tehát nem is volt óvodás úszás sem, tehát megtanítani is jóval kevesebb gyereket tudtunk, és ugye az iskolás úszáson is kevesebb gyerek tudta elmélyíteni a tudását. És talán hozzá tudunk tenni, a szakmai munkánk azt hiszem, hogy a hátterünk az tudja biztosítani, hogy az úszás tudásokat sokat tudjunk javítani, hiszen ha lejönnek az iskolával úszni, lejön egyszerre 28-30 gyerek, van két pálya, van egy óra hosszájuk, az nem biztos, hogy olyan hatékony tud lenni, mint hogyha egy szakember foglalkozik, több szakember ugyanannyi gyerekkel egyszerre. Kik fognak segíteni ebben, kik azok az edzőpartnerek, akik majd trenírozzák ezeket a gyerekeket? Tehát egyelőre Paulovics Tamás, Pengő Erzsébet és jó magam leszünk azok, hát, és aztán majd meglátjuk a létszámtól függően. Tehát, hogyha nagy lesz az érdeklődés, akkor tudjuk bővíteni az edzők létszámát. Egyelőre hárman kezdjük el. Hogyan fogadta az üdülőközpont ezt a kampányt? Segítőkészen és támogatva. Azt beszéltük meg az úszóklubbal, hogy az első hónapban az üdülőközpont ingyenesen biztosítja a résztvevőknek a belépés, illetőleg a vízhasználat lehetőségét. Úgy gondolom, hogy minden lehetőséget ki kell használni. Sajnos iskolai úszás nem volt szeptembertől júniusig a Covid feltételek, tehát a Covid helyzet miatt. Elmaradt tavaly ősszel a szokásos baleset megelőzésre fölhívó programunk is, amit általában szeptemberben szoktunk megrendezni. Szeretnénk az idén is megrendezni. Ugyanerre a körre alapozva, hogy fölhívjuk a figyelmet a víz veszélyeire, és én úgy gondolom, hogy ez az a kérdés, amit nem lehet eleget hangsúlyozni. Mindenféleképpen szükség van azonban arra a technikai tudásra és arra a kondícióra, amiről az előbb az Edith beszélt. Ez a kampány tehát tínédzsereknek szól elsősorban 12-18 éveseknek, és a felnőttekkel mi a terv a későbbiekben? Igen, tervezzük a későbbiekben, hogy a felnőtteknek is az úszásoktatást megszervezzük, mert úgy hallottuk, hogy nagy az igény rá, és nekik is szeretnénk egy ilyen kondicionáló, technikai javító edzést, aki igényelni. Tehát ez működik már, láttam Vásárhelyen is, és több városban is működik, hogy a felnőtteknek szerveznek úszó edzéseket idézőjelben, és akkor tervezzük, hogy mi is beindítjuk ezeket, várjuk, hogy ennek milyen sikere lesz ennek a kampánynak, és utána terveink közt szerepel a felnőtt úszásoktatás és a technikai javító kondicionál edzések bevezetése is. Hogyan lehet jelentkezni erre az oktatásra? Meg fogunk jelentetni egy szórólapot, el fogunk jutni az iskolákba is, tehát minden iskolát szeretnénk felkeresni, az osztályfőnököket és az iskolaigazgatókat is, és rajtuk keresztül szeretnénk eljutni a szülőkhöz is, elsősorban itt a felső tagozatos gyerekekre gondolok, és hát a gyerekekhez is. És hát azon kívül minden médiában szeretnénk megjelentetni, hogy van egy ilyen lehetőség, és nálam telefonon lehet jelentkezni. Tehát a telefonszám is rajta lesz, ahol várjuk a jelentkezőket.
Kedves nézőink, ezzel mai műsorunk véget ért, legközelebb pénteken 17 órától várjuk Önöket új műsorral. Mára köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!